Sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a videóban, most az áprilisi szerelmi üzenetet nézzük meg. Ez egy rövidebb havi kirakás lesz. Egy részletesebbet, ahogy az egyéni elemzéseknél szoktam csinálni, sok kártyából álló kirakás, azt prémium csoportban láthatjátok. A prémium csoport egy előfizetéses csoport, havi tagdíja van, és olyan videókat is láthattok, ilyen bővebb videókat, a videók második részét, amit máshol nem, illetve oda kerülnek föl először a videók, hogyha valakit érdekelnek, úgy érzitek, hogy segítenek tanácsokkal ezek a videók, akkor várom sok szeretettel oda a jelentkezéseteket. Most március végéig még kérhetitek kedvezményes áron a tavaszi megújulás elemzéseket, illetve Theta Healing konzultációt. Az elemzéseknél megnézzük azt az életterületet, ahol meg szeretnél újulni, és megnézzük a három havi előrejelzést. A Theta Healing konzultációnál meg azt az életterületet tisztogatjuk meg, ami neked most éppen problémás, amiben többet szeretnél elérni. Megnézzük, milyen blokkok vannak, milyen elakadások vannak, és aztán azokat oldjuk fel. Március végéig ezekre még kedvezményesen tudtok jelentkezni. Nézzük akkor ezt a kirakást, és először azt, hogy általánosságban milyen energiák várhatók. Egy kardok 8-as állapot, ami hát nem egy pozitív állapot, nem tud elindulni az új, ami ilyen lelkesítő, szenvedélyes új helyzetet tudna hozni. Látszik, ezen a kártyán össze van kötözve ez a férfi, illetve nem látja, be van kötve a szeme, nem látja a lehetőségeit. Hát a gondolatok azok a kardok körülötte, vagyis hát előtte, tehát a saját gondolataival is nagyon lekorlátozza ezt a helyzetet, illetve talán ez a negatív hozzáállás miatt nem tud elindulni az a szenvedélyes új, ami egyébként ott lenne. Ugye ott van az energiája a fordított lapoknál, a botokásza is fordítva jött ki, tehát cselekvés kéne, újfajta cselekvés, és nem ez az bezárkózott, megrekedt állapotban maradni. Nézzük az ő részéről, te részedről egy-egy lapot, érzelmek. Az ő részéről vannak pozitív érzelmei, szeretetteli érzelmei irántad, amit lehet, hogy ilyen plátóian él meg, nem mutatja ki igazából, és úgy érzi, hogy válaszút előtt áll, hogy döntést kell hoznia. Nézzük a te részedről. Nyitott vagy felé érzelmileg, szeretnéd, hogyha fejlődne, hogyha közelebb lépnetek egymás felé, és ki tudna teljesedni teljes mértékben érzelmileg ez a kapcsolat. Tehát nagyon szeretnéd, hogyha érzelmileg tovább tudnátok lépni egymás felé. Nézzük az ő gondolatait. Botok lovagja, szenvedélyes cselekvés. Ugyanakkor van benne egy ilyen távolságtartás, van benne egy ilyen elhatárolódás is, ellentmondásos, tehát hol úgy gondolja, hogy menni kell és cselekedni kell, hol úgy gondolja, hogy azért óvatosnak kell lenni, és kicsit távolságtartónak is kell lenni. És a te részedről gondolatok áprilisban, kelyhek 4-es, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, és ott van ebből kifolyólag egy nagyon nagy bizonytalanság benned. Itt látszik azért az, hogy mindkettőtöknek vannak érzései, meg mindkettőtök szeretne többet ebből a kapcsolatból. Ő mire vágyik? Legyen cselekvő ereje, és tudjon lépni feléd, tudjon a kapcsolat megszilárdulni, és te mire vágysz, ki tudjatok lépni a függő helyzetből, és igazán tudjatok cselekedni azért, hogy ez a függőség, ez a megállapodott, megrekedt helyzet, ez tudjon változni. Mi az ő legnagyobb akadálya április hónapban?
nem tud megfelelőképpen döntéseket hozni, mert kiszolgáltatva érzi magát a helyzetben. Tehát úgy érzi, hogy nem rajta múlnak a dolgok. Miért érzi így? Nagyon leterhelt. Ez lehet munka leterheltsége, sok-sok feladat, összehangolni, hogy mit, hogy kell csinálni. És a nehézsége az új élethelyzetnek, hogy el tudjon indulni, ez is nagyon sok nehézséget okoz a számára. Úgy érzi, hogy nagyon nagy teher van a vállán. Neked mi a legnagyobb akadály? Nagyon sok negatív gondolatod van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne sikert elérni. Nem bízol abban, hogy itt létre tud jönni az az igazi siker kettőtök számára. Mi a legnagyobb ajándéka az április hónapnak? Olyan kétségek szűnhetnek meg, amik eddig ott voltak, és egy érzelmi közeledés azért várható, egy pici, apró előrelépés várható, ami ezeket a kétségeket segít letenni. És mi a legnagyobb szomorúsága ennek a hónapnak, a legnagyobb akadálya, hogy nem jön létre az a fajta kapcsolódás, ami az érzelmi kiteljesedést tudná hozni. És akkor nézzük azt, hogy merre tart április hónapban ez a kapcsolat. Azt lehet mondani, hogy ilyen ingadozó módon változhat, hol egy távolságtartóbb, hűvösebb viselkedés, lehetnek nézeteltérések, olyan kihívások, amik igazán úgy érzed, hogy próbára tesznek. Lehet benne szenvedély is a hónapban, lehet akár olyan találkozás, ami nagy szenvedélyt okoz, de mégsem tud teljes mértékben elindulni a kapcsolat, hogy ez az irány, és akkor ez olyan kiszámítható módon tud változni. Van benne egy ilyen fenyegetettségérzés is, tehát ez a egyszer lent, egyszer fent állapot az teljes mértékben látszódik. Mi lehet az a szenvedély benne? Lehet ez találkozás, könnyed találkozás, randevú, flört, kedves közeledés, de az nem az igazi nagy elköteleződést jelenti. És mi a legnagyobb fenyegetettségérzés itt, ami látszik április hónapban? A csalódottság érzése. Lehet ilyen, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van, minden átalakul, aztán utána mégis megreked a dolog, amiből kifolyólag lehet csalódottság érzése. Mi az, amit tanácsol a kártya neked? Racionálisan gondold végig ezt az egész helyzetet. Távolodj el érzelmileg, nagyon benne vagy érzelmileg, és a belső kétségeidet saját magadban rendezd le, hogy te igazából mit szeretnél, melyik lenne az irány, ami neked jó lenne. A racionálisan végiggondolás az azt is jelentheti, hogy a lehető legobjektívebben néz rá erre a jelen helyzetre, hogy mit szeretnél, hogy mennyire lehetséges az, amit te szeretnél kihozni ebből az egész kapcsolatból. Ezt mutatta a tarókártya áprilisra a szerelemben, remélem, hogy mindenkinek tudott valamennyit segíteni, és akkor a bővített verzióját, az április hónapi szerelmi üzenetet, azt a prémium csoportba láthatjátok. Sok szeretettel várom a jelentkezéseteket, illetve egyéni elemzésekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, csodálatos áprilist, és további szép napot kívánok!